Ismét kínos helyzetbe került Joe Biden. Az amerikai elnök ezúttal izraeli kollégáját fogadta a Fehérházban, amikor is a beszédek közben hirtelen összezavarodott és elkezdett értelmetlenül mormogni. Az izraeli elnök láthatóan zavarba jött és tanácstalanul nézett az újságírókra. Joe Biden az elmúlt években számtalanszor hozta magát kellemetlen és nevetséges helyzetbe, ezért régóta vita téma, hogy egyáltalán alkalmas-e az Egyesült Államok vezetésére. Halkan, érthetetlenül mormolt Joe Biden, miközben izraeli kollégájához beszélt. Az amerikai elnök hirtelen zavarodott össze. Egészen lendületesen indult a mondandója, de egyszer csak a jegyzeteit olvasva motyogni kezdett. Ezzel láthatóan zavarba hozta Jicák Herzog izraeli elnököt, aki feszengett és tanácstalanul nézett kifelé az újságírókra. <coughs> Nem ez az első ilyen eset. Korábban volt, hogy Joe Biden nem létező szavakat használt. Függetlenség napi beszédében azt mondta, az Egyesült Államok egy olyan nemzet, amely egy szóval definiálható. A sógó géppel is többször akadt már gondja, egyszer olyat is felolvasott, amit nem kellett volna, vagyis a neki szóló utasítást, amely úgy hangzott, idézett vége, ismételje meg a sort. Az is előfordult, hogy eltévedt a színpadon, egyszer pedig a fehérház kertjében sétált össze-vissza az amerikai elnök, testőrei mutatták meg neki a kivezető utat. De volt, hogy a kezét nyújtotta egy nem létező személynek, és olyan is, amikor a levegővel beszélgetett. Egy hónapja pedig a fegyvertartás szigorításáról szóló beszédét zárta azzal, hogy Isten óvja a királynőt. Kielentése fölöttébb kínos volt. A közönség sem értette, miért éltette az amerikai elnök a brit királynőt. Második Erzsébet ugyanis tavaly szeptemberben elhunyt és miután fia, harmadik Károly átvette a trónt, megváltoztatták az Egyesült Királyság himnuszát, amely úgy hangzik, Isten óvja a királyt. Az elnök láthatóan zavart volt, a meglepő kijelentés után hirtelen azt sem tudta, merre hagyja el a színpadot, végül egy fotós sietett a segítségére. Joe Biden rendszeresen botladozik is. Június elején az Amerikai Légierő Akadémia diplomaosztóján esettel hárman állították talpra. Egy évvel korábban pedig az Air Force van lépcsője jelentett kihívást az elnöknek. Először megbotlott, majd pár lépéssel később el is esett, végül a harmadik próbálkozásra jutott fel a gépre. Joe Biden az elmúlt években számtalanszor hozta magát kínos és nevetséges helyzetbe feledékenységével és viselkedésével. Többször azon is rajta kapták, hogy hivatalos programja során elaludt. Az Egyesült Államokban ezért régóta vita téma, hogy a 80 éves elnök egyáltalán fizikailag és szellemileg alkalmas-e egy nagyhatalom vezetésére.